Lehet? Igen, köszönjük. Jó. A Cél Hotel Hungary az körülbelül olyan 2 napja működik Magyarországon. Annyit kell tudni rólunk, hogy egész európai cég vagyunk. Egész Európában szállítunk, gyártunk és szerelünk épületeket. Amit az anyagról tudni kell, amit használunk, az egy csehországi termék, ami svájci technológiával készül. Ez egy keresztben ragasztott fapanel termék, amit lehet használni mennyezetre, tetőre és függőleges tartószerkezetre is, és nem tartószerkezetre is. És mit tudja, nem tudom. Ezért mozog a kamera, mert igen? Kicsit mozog az installáció. Hát ami tudni kell róla a tartószerkezetekről, az 84 mm-től már tartószerkezet, és ezt 2,5 emeleten keresztül tudjuk használni. Azután felül már egész 4-4,5 szintig tudunk használni 124-es falvastagságot, és ennyi talán a szerkezet tulajdonságáról. Maga az anyag, amit használunk. Mi az, ami ezt a nagy flexibilitást és formai gazdagságot tudja nyújtani? Tehát félig meddig előre gyártunk szerkezetet? Teljes mértékben előre vagyunk gyártva. Igen. A csehországi cégünk paneleket gyárt a rucfenyőből, ami keresztirányba van ragasztva, és ezekből a panelekből aztán ki vannak vágva elemek, amik szükségesek az épületre. Ezért teljes mértékben előre gyártott. Magát a helyszínen már nem gyártunk semmit. És mindent ilyen CNC jellegű géppel vágnak ki, tehát komputervezérelt? Igen. Igen. Igen, CNC marógéppel ki vannak vágva az elemekből a nyílások, ki vannak vágva, ki lehet vágni belőle a szereléseket, a villamosságot, sőt a panelekből lehet vágni a villamosságnak a vezeték rendszereit, az azt jelenti, hogy a gégecsövet már tudjuk hozni, és lényegében már csak szerelés történik a helyszínen. És hogy történik egy ilyen házat a tervezése? Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen gótházat, vagy egy számítógépes modellt csinálnak, aminek a különböző elemeit már rögtön lehet? Hát itt többféle alternatíva van. Vagy már a kliens jön egy kész projekttel, ami nem a CLT és nem a Novatop Systemre van tervezve, és azt mi áttervezzük, és a mi partnerünk a Novatop a gyártósor előtt még stratégiailag leellenőrzi, hogy jó-e van megtervező a dolog, vagy pedig teljes mértékű projekt a tervezés nálunk folytatódik. Úgyhogy így tervezünk. A modellezés az ugyanúgy történik, mint bármelyik épületnél. 3D modellezés, nem rendes vázak, hanem rendesen ki vannak a falak, ablakok modellezve, mint bármelyik típusú háznál. És tulajdonképpen építészekkel akarunk együtt dolgozni? Persze, természetesen. Tehát, hogy az tervben van, hogy vajon? Természetesen. Mi nyitni szeretnénk a tervezők felé, és kitanítani őket, hogy részletesen megismerjék a terméket, és tudják tervezni ezt a típusú házat, vagy ezeket a típusú konstrukciókat. Hát nem is mondanám, hogy faház, hanem ezzel való építkezés, mert nem csak faházról lehet beszélni, ezt tudjuk burkolni, és akkor ez már nem csak egy faház, hanem egy konstrukció, egy szendvics, hanem az a lényeg, hogy minél gyorsabban és minél effektívebben építkezzenek az emberek, és tudjuk hozni azokat Európa uniós követelményeket, amiket ránk szabnak. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez készítettek ilyen számítást, hogy ez olcsó, drágább, vagy ugyanolyan árban van, mint Hozzávetőlegesen nem vagyunk se drágábbak, se olcsóbbak, mint mások. Amit úgy, hogy mondtam, tudunk hozni, hogy maga a szerkezet az jóval karcsúbb, jóval vékonyabb, mint bármelyik nedves szisztémával készült épületrendszer. És ezáltal jóval könnyebb vele dolgozni is. És még egy fontos kérdés, nálunk ugye nyáron nagyon meleg van, télen már szokott azért néha hideg is lenni. Igen. Ugye a nyáron a hőtehetetlenség az, ami biztosítja a belső klímát. Tehát, hogy ezeknek az épületek, a faépületeknél mindig az a probléma, hogy vajon a hőtehetetlenség miatt nincs-e túl meleg. A hőterhelés az a szigeteléstől függ. A fázis eltolódás, amiről beszélünk, az a jó megválasztott hőszigetelőnek a titka, hogyha egy fa őrleményű hőszigetelőt választok, aminek a fajsúlya magasabb, mint egy kőgyapotnak, vagy mint egy üvegszálas izolációnak,
akkor ő már el tudja tolni ezt a fázis eltolódást egész 12-12 órára ki tud tolódni. Ha már untig elég, mert az áthidalja azt, hogy már napocska lent van és már nem süt rám, és a hőmérséklet már visszaesik. Hány épületek van itt Európa-szerte már, ami elkészült? Ezer épület, igen. Köszönöm.